A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte meg a forgalomban lévő forintbankjegyek cseréjét. Ennek eredménye, hogy megújított és korszerű fizetőeszköz kerül forgalomba. A távlati cél, hogy mire lezárul a csereprogram, már csak a megújult bankjegyek maradjanak készpénzforgalomban. Ez várhatóan 2019-ben lesz. Elsőként 2014-ben jelentek meg az új 10 000-esek. A 2016-os évvégi adatok alapján a bankjegyek 80%-a új volt, ez 128 millió darabot jelent. Azt még egyelőre nem tudni, hogy a régi 10 000-esek mikor kerülnek ki véglegesen a forgalomból. A következő lépés az új 20 000-esek kibocsátása volt. Ezek először 2015. decemberében kerültek be a lakossági felhasználásba. Szintén tavalyi adatok szerint itt már 85% volt az újak aránya. Március 1-től került forgalomba az új 2 000-es és 5 000-es. Gyors és tömeges elterjedésre számítanak, ezért a régi bankjegyeket már csak idén július 31-éig lehet felhasználni. Az új bankjegyek sok esetben még megtévesztőek lehetnek. Ebben a nyíregyházi palacsintázóban például csúcsforgalomban fizettek új 2 000-essel, amely hirtelen első ránézésre magasabb összegű bankjegynek tűnt. Egy pár vásárolt palacsintákat, 2 000-essel fizetett, az új 2 000-essel, és én azt 20 000-esnek néztem, és abból adtam vissza. És amikor ugye visszakapták a pénzt, akkor jelezték, hogy ők 2000 forintosra fizettek. És akkor derült ki, hogy valóban, ugye ezt korrigáltam, és akkor jutott eszembe, hogy azelőtt nem sokkal egy korábbi vásárló szintén az új 2 000-essel fizetett. És akkor ugye megnéztem a kasszát, és hiányzott belőle. Gyakorlatilag a 18 000 forint, amivel többet adtam neki vissza. Az üzletvezető kérése, hogy valamilyen jótékony célra költse majd a vásárló azt a plusz 18 000 forintot. A lakosság szempontjából 2017 lesz a bankjegycsere program legtöbb változással járó éve. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint nyár végén készül majd az új 1 000 forintos, de ezzel a készpénzforgalomban majd csak jövőre találkozhatunk. Végül az utolsó 2017-es változás az lesz, hogy december 31-én bevonják a régi 20 000 forintosokat. A bankjegyeket azért is kell cserélni, mert ugrásszerű a fejlődése azoknak a színes sokszorosító eszközöknek, amelyeket a hamisítók is használnak. Ennek érdekében az új bankjegyek biztonsági elemei is jóval összetettebbek az 1997 és 2001 között kibocsátottakhoz képest.